Sziasztok fiúk, lányok, köszöntelek benneteket, ez itt első látásra a Death Stranding PC-s változata. A játék tegnap megjelent, én rárepültem pár órácskára, és most folytatjuk a chilles futárkodást a semmi közepén a mellkasunkra rögzített magzat csecsemővel és egyéb kalandokkal. A játékból, tehát hogy így igazándiból még sok mindent nem fogtam föl. Lényegében annyit, hogy a feladatunk, hogy A pontból B-be viszünk dolgokat, és közben megpróbáljuk így összehegeszteni Amerikát, és közben így nagyon sok minden furcsa dolog történik, de így még így nem egészen fogtam föl. Na és itt az első bázis, amit sikerült így beszerveznem a hálózatba, és innen fogok most elfogadni egy újabb rendelést, hogy vigyünk el a fő gócvárostól nyugatra lévő címzethez egy újabb csomagot, 30 kilót, és ezért 532 lájkot fogunk bezsákolni. Igen, lájkok. Itt lájkokért megy a biznisz. Nem tudom miért. Tényleg nem tudom miért. Minden esetre a játék gyönyörű, nagyon hangulatos, de még annyira az elején vagyok, de egyébként meg aki meg már érdeklődött, meg akarta, az a tavalyi megjelenés óta már így kétszer végignézhette minimum mindenki másnál, de én itt most egy ilyen laza kis sétálgatást fogok nektek kínálni, és közben megnézzük, mi történik. Elvisszük a cuccot, leszállítjuk, aztán onnan még lehet, hogy megyünk tovább. Na, azt mondja, hogy kézbesítendő tételek 6, 1163 métert kell megtenni, és közben vannak mindenféle veszélyek. Rendelés részletei. 30 kg ritka fémet kell leszállítanod fő gócvárostól nyugatra lévő elosztó központba, majd bekötnöd azt a királis hálózatba. Igen, tehát hogy itt dobálózik a játék mindenféle fogalmakkal, ez a királis dolog, tehát valami anyag, ami ezekből a furcsa lényekből rakódik le az embereken, meg úgy mindenen, tehát hogy ez, és ezt is felhasználják valamire. Ezek a nyersanyagok nélkülözhetetlenek lesznek a létesítmény hálózathoz való csatlakoztatásához. Jó, bla bla bla. Kézbesítendő rakomány. 30 kg-nyi ritka fém, és a veszélyekről még annyira nem akar nekünk itt beszélni, pedig ott van pirosan, hogy itt valami halálos veszély jeleskedik rám. Jó, kiválasztom én. Rendelés elfogadása? Jó, hát én elfogadom. Jó, felszerelés van, 4 létránk, itt tudunk gyártani, és van 3 kötélhákcsónk, és nem, ez a HKK, ez egy ilyen építkező dolog, tehát így az a poén, hogy le tudunk rakni a világba dolgokat, és akkor azt más játékosok is látják, használhatják, és akkor megsimizik a buksinkat, meg adnak nekünk lájkot. Na és itt választjuk ki, hogy hol is szeretnénk málhás csacsiként cipelni az adott dolgot, hátunkon, az öltözéken, kézben, vagy egyszerűen csak lerakjuk, azt rugdossuk magunk előtt. Én szerintem ezt hátra veszem, mint egy jó málhás csacsi. Igen. Figyeljünk a balanszra, figyeljünk a balanszra. Szerintem a másik kezünkön ott még elfér, és... Jó. Hát így meg vagyunk most pakolva. Van még valami? Oké, szerintem így fullosak vagyunk, el is indulhatunk. Tök jó, a cipőnk kopik. Minden többet megyünk. Jó, megerősítem, indulunk. Szóval, egy mellkasunkra szerelt magzattal elindulunk, úristen. Norman Reedus az így adott neki rendesen. Na, ötös számú rendelés, ritka fémek kézbesítése. Most egyébként, igen, erről fog szólni az egész, tehát egy ilyen részek szimulátor, hogy kirándulunk, gyönyörű, tényleg nagyon hangulatosak a tájak, egy ilyen hihetlen pusztaság, ilyen skót felföld feeling, és közben egyensúlyozni fogunk, mint hogyha kicsit sokat ittunk volna a kocsmában, és aztán történnek dolgok. És lehet ilyet csinálni. Jó, úgyhogy nézzük csak. Meg kell terveznünk ezt az útvonalat. Tehát itt vagyunk, és ide kell eljutnunk. Én amondó vagyok, hogy itt szépen elkezdünk így lefele caplatni. Ide,
Onnan elmászunk, hát nagyjából ide. Itt kitaláljuk, hogy hogy megyünk le. És innen gyakorlatilag át a folyón be a városba. Vagy hát abba a kis támaszpontra, vagy bármi legyen is az. Itt megnézhetjük. Útközben is tudunk magunkon módosítani, ha szeretnénk. De nem szeretnénk. Jó, akkor kezdődhet is a móka. Na, és akkor ki is jelölte nekünk az utat a ketyere. És van egy ilyen vállunkra szerelt, fegyverhasználat korlátozás feloldva. Ajaj. Van itt egy vállunkra szerelt ilyen kis letapogató berendezés, ami itt szkennel nekünk mindenfélét. Ez itt például micsoda? Felszedés. Memória csippek. Be sure to submit them via the nearest terminal. Hú, és az a torony nem volt itt eddig. Rare and valuable data they might contain. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Na, azt a tornyot szerintem egy másik játékos építette. Legyünk szépen. Ő az egyensúly. Oho. Na. És akkor jobb és bal egérgombbal tudunk ki kapaszkodni a hátitatyónkba. És hogyha így mind a kettőben megkapaszkodunk, akkor sokkal jobb az egyensúlyérzékünk. Közben így folyamatosan szkennelek. Hát ha találok valamit, valami érdekeset, izgalmasat. Hát megnézhetjük azt a tornyot egyáltalán, hogy az micsoda, meg kirakta oda le, és akkor lájkolhatjuk neki. George Button. Nem tudom, mire jók ezek a lájkok egyébként. Tehát, hogy van-e valami célja annak. Jó, torok rá 3 lájkot, hogy ide rakott nekem egy tornyot. Nagyszerű, köszöntöm szépen, és akkor tudom használni is ezt a tornyot. Törtorony használata. Jó, és akkor itt kémlelünk egy picit előre. Na nézzük. Onnan jövök. Követem az utat. Szépen, szépen, szépen megyünk. És gyanták. Mik azok a gyanták? Itt vannak kérdések. Hoppá, hoppá, hoppá. Jó, arra nem megyünk, mert ott azok pirossal vannak megjelölve, és nem biztos, hogy az nekünk kellene. Úgyhogy szépen majd elsuttyogunk arra, kikerüljük a gyontákat. Gondolom angolul vex. Na, akkor nagy levegő, mehet. Mehet a menet. Egy ilyen kellemes kis kirándulás. Itt a fjordokban. Tényleg, tehát egy... Ez a játék... Elhiszem, hogy megosztó. Mert hogy... Erre így rá kell hangolódni. Tehát vagy az van, hogy tetszik neked. És így ráhangolódtál, és így szépen felkészülsz. Vagy pedig nem. Mert hogy nem erre számítottál, nem ez a te stílusod. Na mindegy, legyünk tovább szépen. Úgyhogy haladunk szépen célunk felé. Hopp, 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 ott van valami. Szkenneljünk csak előre egy picit. Gyonták. Hát megpróbálunk googolásba közlekedni. Ez így nem feltétlenül kényelmesebb. Sőt, szerintem kifejezetten fárasztó, úgy 70 kiló teherrel. És nem is értem, hogy hogyan tudunk így egyáltalán harcolni. Nincs is nem semmiféle fegyver. Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Ajaj, valaki kiszúrt. Na jó. Kiszúrtak. Ó, hogy az a... Na jó, menjünk. Remélem, hogy sikerül lerázni. Nem állok készen a harcra. Nagyon nem állok készen. Vagy az is lehet, hogy mindent szépen lerakunk, és akkor szétverem a fejüket. Ó-ó! Ajaj, esik az eső. Ja igen, az eső. Tehát, hogyha rád esik az eső, akkor elkezdesz öregedni. Valamiért. És ilyen fordított szivárványok vannak az égen. Jó, de az eső az elijesztette őket. Na most egy probléma van. Hogy az eső
korrodálja a csomagot is, tehát nem célszerű úgy is, hogy van rajtunk esőgúnya, túl sokat kempingezni kint az esőben. Mert az is a csomagunk rovására megy, és itt most kellene keresni valamit gyorsan. Valami biztos pontot, ahol mondjuk megpihenhetünk. Hopp. Van ott valami. Kis sprint, hát ha felborulunk, megborulunk. Ez itt micsoda? Van itt valami jelzőbója. Hopp, hopp, azért itt fékezni sem olyan egyszerű már. Jó, ezt valaki ide lerakta valamiért. Hopp, 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 feldőlünk, feldőlünk, hohop. Na jó, akkor két kézzel kapaszkodunk a tatyóba. Ja, fel tudunk venni ilyen napszemcsit. Ludens mask. Fel tudom venni? Ez az. Na, így már sokkal menőbb. Annyi ilyen kis extra, úgynevezett luxus animáció van egyébként a játékban. Tehát tényleg a motion capture-ösök azok kitettek magukért. Fémek. Húha. Van itt cucc. Egy pillanatást vetek azért a cuccaimra, hogy hogy állunk. Nem vagyunk messze. Sérülés 1%. Tároló sérülése 29%. Na, az nem túl jó. Ritka fémek. Na igen, tehát ez az, hogy maga a cucc az külön sérül a tárolótól. Tehát gondolom én, hogy a tároló az nem olyan hangsúlyos, mint maga a cucc. Tartaléküzemanyag 15 kg. Azt felvesszük. Igen, és így útközben folyamatosan találunk ilyen, szerintem más játékosok által elszólt holmikat, amiket fölvehetünk, és kézbesíthetünk. Vagy pedig lerakhatunk valahol, és rábízhatjuk más játékosokra. Jó. Málhás csacsi üzemben. Viszont folyamatosan akkor így gazdalkodnunk kell nálunk lévő dolgokkal, hogy mit akarunk csinálni. George Button itt hagyott egy ilyen postaládikát. Szerintem ezt most én is itt hagynám. Ajaj, de az a baj, hogy tönkre fog menni a csomagom, ha így folytatom. Konkrétan ebbe a csodálatos esőbe ki fog rajtam rohadni az egész. Remélem azért jelzi valami, hogyha így ez így megtörténik. Na, most elérkeztünk egy ilyen csodás mesés hágóhoz, ahol nem kéne lezúgni. Fémek. Na nézzük, ez mennyit tud. Hú, 5 kg fém még. Jó. Itt próbáljunk meg szépen, ügyesen lemenni. Ezért. És ott van egy nagy, egy ilyen közepes adag fém. Hoppá. Ja, és közben így a szkennerünk, az folyamatosan mutatja a tereptárgyakat. Tehát ami nagy piros X, arra nem célszerű rálépni. Mert az úgy árt a csizmának. Jó, itt hoztam tök sok mindent, de tök fölösleges ez. Jó. Ez tuti. Ez tuti tönkre vágja a bakancsunkat. Egyébként a bakancs is ott folyamatosan sérül. Hú, fújt ki magad, Szemi. Szemi fiú. Ott van valami még. Na, szkenneljünk egyet előre. Jó kis bőrkeményedés tartok. Mi ez? Ez mi? Ez mi? Nem lehet az, hogy fölveszek valami másik csomagot, és akkor... most... Ez mi? Ójjaj! Bekapcsolt ez az izé. Ez azt jelenti, hogy jönnek a valamik. Társaságunk van. Zseniális. És merre van a társaságunk? Elveszett lakomány. Régi média. Ó, hát én most több cuccot már nem vennék föl. Oké, ott van valami izé. Oké,
benne vagyunk a vacakban, ebből most így megpróbált kikeveredni. Ujj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 
Hagyjál békén! Hagyjál békén! Jó, ezért vissza kell mennem. Gyerünk! Nem, hagyjál békibe! Hú! Ezek mi a... mik voltak? Jó, még nem igazán értem, hogy hogyan lehet ezeket kikerülni. Jó, próbáljuk meg ezt visszaszedni. Most kicsit kifújtam magam, meg levertek rólam egy tonna rakományt. Gyerünk mindent föl szépen a hátra, ez az. Jó, szép. Szerintem ott lesérültünk egy picit, már mint hogy a rakomány. Elértem a rakomány határt. Jó, akkor itt szép nyugisan megyünk. Tönkrement. Orvosi műszer. Jó, hát az kuka. Nézzük meg, hogy hova kell vinni egyáltalán? Hol vagyunk? Jó. Ott vagyunk. Na, vetünk egy pillantást a térképre. Ó, hát ez még messze van. Mi ez? Online jel, lambda. Igen, a Steam-es verzióban ilyen Half-Life-os, meg minden más mókákat raktak. Ott át kéne mennünk majd. Hol az ösvény? Mert most momentán... jó. Jó. El ne kapjál megint. Megint! Ó, ez nem jó! Ó, kezdődik megint. Az a móka. Le fognak rántani, le fognak rántani! Jaj! Hagyjá! Jó, ez nem tudom mi volt. Most mehetek megint fölvenni. Jó, itt lopakodni kell akkor, mese nincs. Kicsit arrébb megyek. Na gyerünk, nyugodjatok le. Nincs itt semmi látnivaló. Jó, elmúlt a veszély. Jó, akkor csak el kell távolodni tőle. Jó, akkor ilyen kúszó, lopakodó mászásban megyek. Jó, így akkor van kihívás. Hát ez amikor így... elmegy kézbesíteni a futár, és így betámadják. Ó, ott is van valami izé. Ja, még vissza lehet fogni a levegőt. Így. És akkor még annyira se vesznek észre. Mondjuk... senkit se zavar, hogy az izé a hátunkon pittyeg, mint a... veszett kanári folyamatosan, de... arra valahogy így nem érzékenyek ezek, így az élő dolgokat nézték ki. Jó, elállhatna ez a fantasztikus eső, mert lerohad az összes cucc a hátamról. Ez nem lesz jó. Ja, meg így folyamatosan... kinőnek és elszáradnak a növények ebbe az esőbe. Jó, hát paranormál futárszolgálat. És erre még a trendi napszemcsi se segít rá túl sokat. Szkenneljünk egyet. Jó, megnézzük ezt a rakományt, hogy egyáltalán milyen állapotban van. Na nézzük, ritka fémek. Van egy kis sérülés. Ott is. Hát igen, az esés. Jó, hát nem lesz tökéletes a szállítás. Megnézzük azt a lambdát. Az mit tud? Na mi az? Jó, nyugi van. Helyes. Mi a... mi baja van a gyereknek? Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended. Funkciói szünetelnek. Menjél az elosztó központba, de jó. Akkor most így vaktában. Autoxémiától szenved. Nem tudom mi az az autoxémia. Jó, megnézzük a lambdát. Wow.
Ja, hogy ott a gyereknek is van egy szintje, ami lecsökken. Emészteni kezdi magát a magzat. De jó. Jó, küldök egy lájkot. Na, egy jó, úgy tűnik, hogy az eső elállt. Jó. Oké, oké, egyensúly, egyensúly. Szkenneljünk egy picit előre, hogy van-e itt még valami izgis. Fémek. Gyonták. Hagyjanak békén a gyonták, ne már. Jó, ezeket most messziről kikerüljük. De hogyha azok ott körbevették azt az állomást, az nekünk nem jó, mert oda kéne elvinni a cuccot. Tehát itt két dolgot tehetünk majd. Ó, és a sérónk is, nézzétek. Így hátra volt kötve, hát most már nincs. De hogyha én látom őket, akkor ők is látnak engem, ha szkennelnek. Bár... az ott egy motor? Jó, a gyerek extrém terhelést kapott, és akkor ezért így leállt. Mik ezek a gyonták? Azt látom, hogy rossz arcú emberek. Na jó, akkor itt használjuk a létrát. Jó, nem szemüveg, hanem egy létra kell. És próbáljuk meg így valahogy. Az, az, az egy pont jó lesz. És akkor egy ilyen biztos átkelési pontot rakunk. Ráadásul, vagy nem annyira biztos. Hát ez lehetne egy fokkal jobb. Létre összecsukása. Jó, ezt akkor újra. Ha tervezzük itt meg az átkelést. Igen, itt ilyen komoly logisztikai feladataink vannak, hogy hol kelljünk át biztosan a patakon. Hát, ha ebben itt belegázolok, szerintem az még bírható. De viszont a gyerek az nincs túl jó bőrben. Úgy valamit ki kell találnunk. Jó, itt átmegyünk, ez a biztos. Ezt valaki majd használhatja. Figyeljetek, úgy egyensúlyozik ezeken a kis létrákon, mint egy artista. Jó, és innentől kezdve ezt más játékosok is láthatják és használhatják, amiért én lájkokat kapok. Azaz, megszabadultunk egy létrától, és már is felveszünk valami más, meg fémák. Vagy mi volt ez, nem tudom, de gyomta. Kozmetikus kb. Kozmetikus és futár szimuláció. Na nézzük. Itt jó lenne átkelni úgy viszonylag egy darabban. Na, az a jó, hogy nálam még csomó létra van. Így ezeket megpróbálom itt hasznosítani. Jó, ez talán jó lehet. Létra kinő. És már mehetünk is. Szuper! Úgy. Hú, ezért biztos hálásak lesznek más játékosok. Ilyen szuper létrákat rakok itt nekik. Most még pont kettő létrám van. Ezzel még pont átmegyünk a gázlón. Így lazán. Hát ez ilyen létrahíd. Aztán későbbiekben, ha jól tudom, lehet majd ténylegesen hidakat is csinálni. Hát, de nem spóroltunk semmit. Létre hidat ide. Így mi. Lehet menni szépen egyenesen tovább. Ha esetleg valaki játszik majd a játékkal, és így szembe találkozik az én cuccaimmal, sok lájkot kérnék rá, nagyon sok lájkot. Ha nem gond.
Nem kerül semmibe. Meg amúgy ezt a videót is lájkoljátok már sokan majd utólag. Köszi. Hú, ott valaki parkol egy mocit. Vagy az ott mi? Ott van hagyva egy motor. Fegyver használat korlátozva. Ezt megmondták a gyantásoknak is? Jó, akkor a futárszolgálat megérkezett. Igazániból 20 perc alatt kézbesítettük a cajrét, hogy nincs nagy gond. Fertőtlenítés. Hát a csomag kicsit sérült. De reméljük azért még átveszik. Na, itt a csomag kioldó pont. B5 jelölő elérve. Na, kézbesítés. Kért rakomány kézbesítése. Ritka fémek. 6-ból 6. És van részleges kézbesítés is. Minden rakomány kész. Nagyon jó. Akkor ezt megerősítem. Minimális sérülés. Mennyi nyugatnak küldetés teljesítve. Jó, kicsit rohadt a csomag, de azzal ne foglalkozzatok. A lényeg az, ami benne van. Na, tudjuk mozgatni a kamerát, meg zoomolni, de hogy miért. Mit hozott? Ritka fémet hoztam. Igen, azokat az izéket, amiket PV-knek hívtok. Azok is voltak. Megpróbáltak lerántani magukkal. Na nézzük az eredményeket. Értékeljék a futárt. Kézbesítve. 3%-os, 4%-os sérülés, 4%-os sérülés. Jó, hát egy kicsit megkarcolódott lehet a csomagban. Kézbesített tételek, ömlenek a lájkok. Rakomány átlagos sérülése 3%. Hát az azt jelenti, hogy 110 helyet csak 100, vagy 112 helyet 108 lájkot kaptam, érte? És ott az útvonal, amit bejártunk, hát 1,7 km. És akkor különbség az új szállítási útvonal és a legrövidebb útvonal között 1,45, tehát hogy nem a legrövidebb útvonalon jöttünk. Összesített rakománysúly bónusz, egy like. Jó, de nagyon király minősítést kaptunk, és mindjárt ott 3 csillagot, az a kapcsolati szint nem tudom, mit csinál. Na nézzük a többit, itt meg mindenféle statok, amik még továbbra sem mondanak nekem túl sokat. Kézbesítendő tételek, rakomány átlagos sérülése, új szállítási útvonal, összesített rakománybónusz. Jó, és akkor ezek gondolom majd a képességeink lesznek. És 15-ös fokozatú hordár vagyok. És hídépítő achievementet is kapok. Jó, és hogyha megtelik az a csillag, akkor történik valami jó dolog? Teljes megtelt távolság 8,3 km. Jó. Itt az idő. Rácsatlakoztatta minket a hálózatra? Persze, haver, gyere. Itt vannak az antigravitációs dögcéduláim. Használd őket egészséggel. Jó, viszont valamit a gyerekkel is csinálni kell. Jó, és bekapcsoltuk a hálózatba. Te hatalmas nagy lukak, Amerika közepén. Új fonal kialakítva. Juhú! Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Jól van. Új interjú adat megszerezve, összvérek és drón szindróma. Bridge Babyk, azok a kis babák a mellkasunkon, időzápor. Új funkcióba beült a manzsettád, levél adott. Új lehetősége beültek a szállítási terminálok, újrahasznosítás. És mi az a sok ikon ott? Oh my god.
Ez a terület most már be van kötve a királyos hálózatba, így láthatod, és hozzáférhetsz más játékosok építményeihez, stb. Na, és most már jobb lett a felbontása az Ipsének is. Benjamin Hancock. Hogy tudjátok meghálálni a szívességet? Hát mondjuk egy jó zuhany. Itt meg a csontváz arcú, mert miért ne? És Guillermo del Toro bácsi is, mert miért ne? Na jó, használjuk még ezt a terminát, mert van nekem extra cucc. Elveszett rakomány kézbesítése. Ezt több kiválasztása megerősít. Ezt is berakjuk, és akkor remélhetőleg nagyon happy-k lesznek. Mi pedig megkönnyebbülünk, nem kicsit. Oké. Okay. 4 like? Nem, 24 összesen. Régi média. 24 like. Tartalék üzemanyag. Mi az, hogy rábízva másik játékosra? Én nem rábízni akartam, hanem leadni. Nii elveszett rakományát. Oké. Okay. Valakinek visszahoztam a motyóját. Elérted a 10. fokozatot, az egyéb kategóriában mutatott több lájkot kapsz. De jó! Mi az az egyéb kategória játék? Jó, kézbesítés, újrahasznosítás. Közös szekrény, felszerelésgyárta, pihenés a magánszobában. Jó, avval az autokszémiás gyerekkel kezdjünk valamit. Hú, mennyi málha van még így is a csávón. Jó, most egy kis csillezés következik. Kéne egy kis segítség. Jó, most rá kell kötni a gyereket az inkubátorra. Akkor ez rendbe hozza. Szegény, hú. Fejjel lefele ott úszik. Guillermo del Toro ilyen hologramként van itt. Mother? Located in the capital, not city, ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. Szóval van egy halott anyja a gyereknek, akit beraktak ebbe a kis akváriumba, és ott úszik még. És akkor a halott anya összeköti őt a holtakkal, mert még nem született meg rendesen, és így, úristen. Azt kell hinni, hogy még mindig az anya mélyben van. Hát igen, előbb-utóbb meg kell születni annak a gyereknek. Most feltöltjük a bébit. Right now the pod is synchronizing with the Steel Mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Aha. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. De azért előbb-utóbb ennek meg kéne születnie. Boldognak tűnik a kölyök. Nyomatják bele az oxitocint. Az oxitocintól beindul a szülés egyébként. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached.
Each one has been physically removed from its steel mother's womb. A process that renders them unpredictable. Hogy az Istenben ne tudnák kötődni egy magzathoz, amit cipelsz a mellkasodon? No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be redone. Tiéd is elhasználódhat. Jaj, de gyönyörű ez a... Ez a kifejezés. Elhasználódik a magzat. You're saying there's no way to keep my BB alive? You must understand. There is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. Ja, egyébként azt érdemes tudni, hogy kb. 3 órát játszottam, abból 1 óra az tuti szintiszta cutscene volt. Úgyhogy a játék nagyjából ilyen arányokkal operál. Good night, Sam. Elporzott. Connected. Na. Egy villámgyors vetkőzés, oda bilincseli magát az ágyhoz, mert miért ne? Az egyébként az a bilincs, az a karperecünk, ami így a hálózattal köti össze a csávút, meg a térkép rajta van, meg minden, tehát hogy az nem bilincs-bilincs, csak úgy néz ki, mint egy bilincs. Lehet egyből menni kellett volna rendelést teljesíteni. Ja, és álmunkban megjelenik ez a csaj. Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. Hú, de nem értek semmit még ebből a játékból, de én remélem, hogy olyan 20-30 óra után összeáll a kép. Az se világos számomra, hogy ez a csaj, ez a testvére, vagy pedig a barátnője, ex-barátnője. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. Senki se akar már gyereket. Hát ilyen körülmények között a gyerekgyártás az utolsó, ami eszébe juthat az embereknek. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. Meg akkora ilyen Amerika fétis van a játékban. Kojimának van egy ilyen hatalmas nagy Amerika fétise. Mert igazániból nem tudok hova tenni. De hogy majd mi újraépítjük Amerikát, összekötjük, és akkor megmenekül a világ, mert ha Amerika él, akkor az egész világ életben marad. Hát... Én azért úgy gondolom, hogy nem csak Amerikából áll a világ. Bármennyire is szeretnék, hogy abból álljon, de nem. Most ez álom volt, vagy valóság? Na, és akkor most jön a kedvenc részem a játékban, amikor Norman Reedus elvégzi az egészségügyi dolgait. Itt van egy, lehet zuhanyozni, lehet WC-t használni, kicsi vagy nagy dologra, külön. Energiaital promó, mert miért ne? Zuhanyozz le! Hát jó, legyen. Mert egy jó zuhany nélkül nem élet az élet. Az az instant vetkőzés, figyeled. Hát azért a súly, az a hátát, az rendesen kikezdi a csávónak. Mondjuk, hogy ilyen 100 kilókat cipelnék, az lehet neki is így néz neki a hátam. Lehet mozgatni a kamerát egy picit. Tanulmányoztuk a testnedveid, pivikre gyakorolt hatását. Everyone in
Ja, meg hogy ő egy ilyen repatriált, ami azt jelenti, hogy fel tud támadni. Valamiért. Na ez mi? Vidd magaddal a mintát. Kell keresni egy ilyen izét, és így használni rajta. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam. Azért az energia itt folyamatosan beficsorodik a képbe. Na mi az, megszakadt a kapcsolat? Úgy tűnik. Kaptunk egy gránátot. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Ügyfelektől kaptunk csomagokat. Jaj. De jó. Hála pénz. Megnézhetjük, ahogy Norman Reedus akonizál az ágyon. Jó, hiányos az archívum. Előző expedíció. Na jó, még megyünk egy kört. Mindenkit megnyugtatok. Jó. Használjuk a WC-t ülve, gyorsan. Mert miért ne? Tehát enélkül nem megyünk el. Ó, oh, budi. És az csak nekem fura, hogy ott van egy Norman Reedus-os reklám, ami kitakarja az egészet? Tehát, hogy ez így mi? Mosdó használata. Na ez a másik dolog, amit én igazán értek. Tehát itt van egy tükör, és akkor mindenféle mozgásokat tudunk csinálni a tükör előtt. De miért? Fényképeket lehet közben készíteni. Lehet ilyet is. Fantasztikus. És ennek mi az értelme? Oké. Szerintem ennyi elég is volt nekem. Na menjünk küldire! Terminál aktiválása, és akkor megnézhetjük, hogy hova mehetünk. Remélem. Jó, a gyerek az rendbe jött. Levelek. Barátok és ismerősök üzeneteinek elolvasása. Benjamin Hancock, elosztóközpont. Rossz hír. Sok-sok-sok-sok lájkkal. Jó, és George Button, ő meg a másik bázisnak a góréja volt. Fontos, jó, megvan. Adatok. Tippek, interjúk. Jó, az nem érdekel. És kapjuk a lájkokat, de mire? Ja, és meg tudjuk közelebbről is nézni azért azokat az energiaitalokat. Mindenki megnyugtatására közlöm. Jó, baba a helyén. Az dugd be. Valamibe. Believe me when I tell you it's for the best.
Ja, meg látunk ilyen látomásokat erről csávóról. De még nem tudjuk, hogy mi köze van ennek mindenhez. Oké. Sam, there's something I forgot to tell you. Na, mit felejtettél el? Stress levels and reducing the risk of autotoxemic attacks. There are a few things you can do if your BB starts. Na, most lehet majd gondozni a gyereket? Such as take a moment to look after it. Cradle the pot, gently rock it, that sort of thing. Ringosd gyengéden. How's it doing at the moment? De azért ne kötődj hozzá, de azért ringass egy magzatot egy kapszulában, oké? I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks. Na, most már a gyerek emlékeit is halucináljuk. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough. Jó, szóval egy 28 hetes magzat, ami ott van, ami most már az egy jóval több, mint 28 hetes. És akkor így abban marad a fejlődése. Úristen. Azért ez durva eljárás. How should I know which one made an impression? Because you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. Évtizedekkel korábban fejlesztették ki ezt az eljárást? De miért? Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Na jó. G plusz 2. És akkor itt tudunk babázni? Hello! Alszik a baba! Előre-hátra lingatás. Jó. Tehát akkor itt tudunk babázni. És ezt ilyen FPS nézetbe kapjuk ráadásul, gyönyörű. Na nézzük, mi lesz a következő feladat. Van egy hálózati diagnosztika. Holografikus rendszerek működnek. Nyomtatónk nincs. Kell egy alkatrész. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back. Hozzuk vissza az összvérektől az elrabolt cuccot. Magyarán szólva akkor bunyó. Kézbesítés. Ezt a memória chipet ezt megosztom. De múlt, ez még lemaradt. Parancsolj, használd. Well, would you look at this? Thank you so much, Sam. Szívesen. Claim Arms. Biakko. Jó, hát ennek is lesz valami haszna. Na, de most már vállaljunk rendeléseket. Mi ez? Királykristályok. Adapter. Kimentés vagy begyűjtés. Királykristályok. Jó. Királykristályokat kell begyűjteni.
Nem tudom, hogy ez mire lesz jó. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. Csináljunk egy őrtornyot. Hát jó. Tippeljük háton. Jó. Kománypolc. Jó. Indulok. Kristálygyűjtő. Oké. Okay. Akkor lehet, hogy ezekkel tudjuk összeszedni a földről azokat a vackokat? Na, most már van ilyenünk is. Hello, te ki vagy? Aha, ezek azok. Hát egy csomót láttunk errefele jövet. Akkor ezeket begyűjtjük. Ó, mik ezek? Mindenféle ikonok. Jó jele hatott rád. Egy jeleket is lehet lerakni. Bealok. Na jó, szkenneljünk egy jót. Meg összeszedek pár csomagot, amit elhagytak. Úgyis ott a létránál csomót lehagytam. Na nézzük meg a térképet, ott el kell vinni valamit. Most hol vagyok? Igen, itt kimásztam, és... Igazániból nem tudom, hogy az ott mit jelez. Itt a fő Gócvárosnak az egyik tornya. Az állomás, és ez pedig itt... Hát ez itt valami veszélyzóna. Hát oda nem megyünk. Na, de viszont ott van egy ilyen kristály. Elég aprók és nagyon nehéz szabad szemmel őket észrevenni. Hát igen, ha vak vagy. Jó, elkezdett esni az eső. Semmi vész. Szedek még pár kristályt. És mi ez a kerítés itt? Annyi minden nem értek még ebből a játékból, de nem baj, legalább zuhog az eső. Ó, tönkrement a bakancsom tárolója. És ez valami bónuszt is ad? Egyébként, ha így lerakunk egymásnak ilyen kis lélekemelőket. Ja, most már lerohad a bakancsom konkrétan. Jó, hát én itt összeszedek mindent, az a biztos. Akkor ott vannak még ilyen ledobott cuccok, azokat is összeszedem. És akkor itt hát így a környéken egy kicsit így teszek-veszek. Na, még egy lájkot se kapott a hidam. Hát milyen dolog ez? Tényleg ez idővel le fog amortizálódni vajon? Elvégre ez az én létrám, vagy mi? Hoppá! Na, valami leesett. Jaj, valahogy meg kell nyugtatni ott a gyereket. Csinálj valamit a gyerekkel.
Nyugi, nyugi, nyugi. Nyugi, nyugi. Ne sírj. Na. Alszik a baba. Alszik a baba. Futárkodás közben gyereknyugtatás, ez a legjobb. Jó. Úgy tűnik, hogy sikerült. Ó, és szívecskéket bugyborékol. De ne kötődj hozzá, még véletlenül se, értem. Hát mit mondjak? Ez a játék fura. Na nézzük, mi van itt. Ja, meg ilyen kukacokat lehet zabálni. Kriptobióta megevése. Ilyen repülő férgeket, és ezek gyógyítanak. Gyonták. Jó, megyek. Posztapokaliptikus kozmetikát, azt megnyitjuk. Gyonták. Jó, hát itt összeszedem még a ledobott cuccokat. Ojjaj. Beindult az eső. Azt hiszem megyek a másik irányba. Ott a biztos. Csak azért ránézek a térképre, hogy most itt beléptem volna valami zónába. Nem. Csak járkárok össze-vissza. Elveszett rakomány. Friss víz. Kőgócváros. Kőgócvárosra nyugatra. Régi könyvek. Tartaléküzemanyag. Gyonták, gyonták, gyonták. Jó, igazán csak a kristályokért jöttem. De ha már úgy itt vagyunk, akkor még szedjünk össze pár dolgot. Ó-ó. Kezdődik a buli. Csak a gyerek ne stresszeljen túl sokat. Érzed? Jó, itt szépen átmegyünk. Fogóckodjunk. Tönkrement. Tárolófémek. Jó, a gyerek vízben van, azt nem szereti túlságosan. Ú, de most remélem nem az én hátamon ment tönkre valami. Na nézzük meg egy pillanatra. Na mi van itt? Sérülés. Gyonták. Fémek. Jó, az még bírja. Meg pár tönkrement cucc. Na, itt nagyon óvatosan. És mi a tönkrement cuccal mit tudok csinálni? Túl azon, hogy összeszedem. Lehet, hogy az újrahasznosítást ezekre gondolták? Mindegy, hát összeszedjük a szemetet. Jó, nyugalom. Mindegyik ilyen köldögzsinóról róg azért. Jó, elmegyünk a másik irányba. Erre még van valami? Igen, tehát hogy egyfelől a játék egy ilyen nagyon chilles sétaszimulátor. Másfelől viszont ilyen Silent Hill-szerű agyboj és lopakodás. Jó, úgy tűnik, hogy kikerültük a vészt. Ó, na itt mennek tönkre a tárolóink, úgyhogy menjünk vissza, amondó vagyok. Kicsit kinéztünk az esőbe. Hop, 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 hop. Jó. Megúsztuk az esést. Na, ez volt itt a területük. És akkor ez meg...
Ez itt meg az összféreknek, vagy hát a gyontáknak a területe. Azok a rossz arcú emberek, akik bántani akartak. Hop 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 hop, ellensúly, oké. És szállnak fölfele dolgok a levegőben. Ez itt kinek a lábnyoma lehet? Ó, ott van még egy kristály. Ne, szedd össze magad, részeg disznó. Jó, fogdjad mind a kettőt, tatyó köteledet, úgy. Na, van 17 CG kristály. Az biztos jó lesz valamire. Visszavisszük. Újdonsült hídunkon. Még mindig nem kapott egy lájkot se ez a híd. Hát mi van veletek, emberek? Ha lájkolom én magamnak. Ja, nem lehet. Ilyen szánalom önlájkolás az nincs. Ezt felejtsétek el. Jó, meg ne csúszunk. Mint a profik, úgy megyünk. Na és akkor még egy sprint a végére. Haha! A málhás csacsi befut. Közeledés a célhoz, jó. Hé, ezekben meg jól hasra lehet esni. Valaki itt jelet hagyok. Az a jó, hogy itt a másik játékosok így jönnek-mennek, de hogy fizikailag sose találkozol velük, mint a No Man's Sky-ba. Na, ide viszont ilyen lájkvadász cuccokat lerakni. Ide a lejáratba, ahol biztos szembe jönnek emberek. Hát ez a legaljasabb. Na jó, nézzük, mit érnek ezek a kristályok a piacon. Nyersanyag, újrahasznosítás. Semmit nem tudok újrahasznosítani? Akkor mi van itt? Vállalj rendelést. Kézbesíteni nem tudok. Ja, hogy ezt onnan kéne begyűjtenem. De hát nálam van ennyi. Hát összeszedtem csomó kristályt. Jó, hát erre még rá kell jönni, hogy ezt hogy szeretné a játék. Viszont fiúk, lányok! Ennyit gondoltam mára a Death Strandingből. Úgy nagyjából úgy képet kaptatok, hogy miről is van itt szó. És ha igen, akkor tök jó nektek, mert én még nem teljesen. De ami a lényeg, hogy ez a játék tényleg olyan, hogy így rá kell hangolódjon az ember. Tehát nem csak olyan, hogy így leülök, aztán lőd Death Stranding, hanem így tényleg így időt, elköteleződést így kíván a játékosról, de hogyha ezt megadod neki, akkor szerintem egész érdekes lehet a vége, csak hát ehhez idő kell. Nekem minden esetre így tetszik, de még nem igazán értek benne nagyon-nagyon sok mindent. Minden esetre, ha nektek is tetszett, akkor hát adjatok már a videón is egy lájkot, egyefene, és akkor talán még folytatása következik. Viszont én már a búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt a Death Stranding, sétaszimulátor babával a mellkasukon. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!